ezek a folyamatok a közigazgatáson, ezen lassú, beidegződött, és nem az utóbbi 30 évben, az utóbbi 3 vagy 7 vagy 10 évben beidegződött dolog, ez a rabszolga sors, ami jutott a jobbágyoknak. Ugyanis gyorsan mondok egy példát, ugye mindenki a magyarságról, meg a magyar nemzetről beszél. Csak olyan, hogy magyarság. Lehet vele kérkedni, és itt vannak a nemeseink, hurcivárták a koronát megint a Mátyás templomban, meg ide-oda, meg masíroznak különböző helyekre, de egyet felejtünk el, hogy ebben az országban jobbágyok laknak. Lakik 9 millió jobbágy. Talán még avarok, de leginkább az utóbbi időben szlovákok, akiket hívhatunk tótoknak is, vagy a német kisebbség, a svábok, és sorolhatnám, és a cigányok, akik nagyon sokan vannak. Tehát tulajdonképpen a ügyesek voltak annak idején a nemeseink, de ők ugyanolyan bárók voltak, mint a mostani zöld, meg a, mit tudom én, a narancssárga bárók, hogy birtokolnak 30 ezer hektár földet, gyárakat, egyebeket, és azoknak a munkásoknak, akiknek ott jut munka, azoknak a munkásoknak jut egy kis kenyér. De miután robottechnika egyre gyorsabban halad, ezért egy csomó embernek már semmi nem jut. És nem csak a nagyon nagy probléma a klímaválsága, az amire most fölhívják a figyelmet, hogy megfordul a golfáram, a globális fölmelegedés, égnek az erdők. De ettől sokkal nagyobb kihívás a robottechnikának a gyors elterjedése. Elon Musk mindig megelőzi a korát, a bejelentései után nem mindig következik be, de 2-3 évben bekövetkezik. Jönnek az önvezető autók, most jelentette be, hogy jönnek az emberszabású robotok, ami a fizikai munka területének a 90%-át át fogja venni. Ez azt jelenti, hogy Orbán Viktor által megálmodott, vagy nem megálmodott, hanem akart munkaalapú társadalmat, ilyen szempontból el kell felejteni. A munka, ha valakinek jut, vagy valaki dolgozni, akkor az egy minőség. De nem azért kell dolgozni, nem azért kellene dolgozni, hogy megéljünk, hogy a napi betevőnk meglegyen, azért nem kell dolgozni, az jár. Jut a bányajáradékból, jut mindenből. Megmondom őszintén, hogy nem akartam ennyire messzire kezdeni, és azt hittem, hogy sokkal összefogottabban tudok erről beszélni, de majd talán visszatérünk oda is. Ami ettől sokkal fontosabb, hogy eljutottunk odáig, és most kezdem a bejelentésekkel, a jövőben, meg idáig is sokan tudták, de most mindenki számára is azok számára mondom, akik majd ezt a felvételt a különböző internetes csatornákon nézni fogják. Az apostolimagyarkirályság.hu oldalon folyamatosan tudtok erről tájékozódni. Az első fontos bejelentésünk volt, hogy a Szent Korona Bankba beolvadt úgymond az MNB. Tehát a Magyar Nemzeti Bank. És innentől kezdve a Szent Korona, a kibocsátott 20 000 milliárd Szent Korona a fedezete a forintnak. Annak a forintnak, ami jövő év december 31-ig teljesen megszűnik. Jelenleg a forintnak van fedezete, úgy hívják, hogy euró. Az eurónak is van fedezete, úgy hívják, hogy a dollár. És a dollár az, aminek nincs fedezete. Nem csak azért, mert elvonták az aranyat, a Fed elnökei is, akik most belebuktak a tőzsdézésbe, vagy belebuktak, és elmondják, hogy helikopterpénzt bocsátanak ki, azaz szétszórják, de nem baj, mert kell a gazdaságnak. Na most ez így nem működik. Igazából nem pénzre. A pénz annak idején arra lett kitalálva, hogy az áru kereskedelmet, az árucserét megkönnyítse, mert bonyolult volt terméket cserélni, főleg amikor már szaporodott a földön a népesség, egy idő után bonyolultá vált. Tulajdonképpen a pénz egy elszámolási rendszer kellett, hogy legyen. Legtöbbször az utóbbi időben már Hitlert emlegetik, ugye a 33 előtt a Németország volt hasonló helyzetben, mint most Magyarország, rengeteg volt az öngyilkos, rengeteg volt az elkeseredett ember, és a pénz helyett ugye munka, aki dolgozott, munkajegyeket kaptak, és azért lehetett kapni élelmiszert, vagy lehetett fizetni lakbért, vagy bármi. Ugye ez a... tulajdonképpen azt még tudni kell, hogy jelen korban, tehát Jézust én nem vitatom, biztos megváltó volt. De abban a korban nem tudott megváltani, csak ameddig elhaladszott a hangja, vagy ameddig elvitte a szamara. Ugye, és akkor is azért a Föld ugyanekkora, ha nem is ismerték az összes földrészt, esetlegesen, illetve nem tudjuk, mert lehet, hogy ismerték, de nem tudott terjedni az információ. Ma az információ terjedése a másodpercnek a töredék része. És
Ha sok mindenük nincs is az embereknek a világon, mert sokan éheznek, de már lassan mobiltelefonja, okostelefonja mindenkinek van. Tehát eljött az a kor, amikor megvalósítható az a szép új világ, amit nem tudom, hogy más megálmodott-e. Mostanában egyre sűrűbben mondják, meg gratulálnak, ma is volt olyan ember, aki azt mondta, hogy mert kell egy nagyot álmodni, és én jártam egy embernek az irodájába, sokan ismeritek a Hungaroroda épület a Hungária körúton, Jekes Zoltánnak hívták, egy magas ember volt, le kellett hajtani a fejét, a kétméteres ajtó nem fért be. Nem az a lényeg, hogy miért voltam ott, az ajtó fölé ki volt írva, hogy akinek nincsenek álmai, azoknak csak a tények maradnak. Na most komolyan fordítva a szót, tehát az, hogy a Nemzeti Bank beolvadt a Szent Korona Bankba, az nem kevesebbet jelent, mint hogy a Nemzeti Bank visszavonja a korábbi, még 2011-12-ben meghozott hét, tehát én, mint kormányzó, hét rendeletet alkottam, ennek vannak végrehajtó rendelkezései. Vannak, épp ma meséltem annak a kollégának, akivel Pesten a tárgyalásán voltunk, hogy én még 2012. március 12-én egy bírósági tárgyaláson felfüggesztettem az ítélkezést. Azért a bírót kiverte akkor a víz. Az Alperesen nem kisebb személy volt, mint Péter Falvi Attila, aki nem tudom milyen ombudsman, most nem is itt eszembe a pontos megnevezése az ő titulusának. Hát eljött az ideje, hogy lassan érvényt szerzünk ennek a dolognak. És ami nagyon fontos, hogy ez az MNB elolvadása, ez nem kevesebbet jelent, mint az MNB helyett most már a Szent Korona Bank utasítja, egyrészt először is az összes pénzügyi és faktor cég bezárásra kerül. Ez azt jelenti, hogy a tevékenységük fel van függesztve, de örökre. A pénzintézeteknek a tevékenysége arra korlátozódik, hogy csak számlavezetésre, nem, tehát hitelt nem kell törleszteni tovább. A számlákat magyarul azt jelenti, hogy ha valaki utalni akar valakinek, munkabért kapunk valahonnan, akkor azt a bank teljesíti. A bank nem számolhat fel innentől kezdve kezelési költséget, és az innentől kezdve azt úgy értsétek, hogy ez egy folyamat, néhány hónap, amíg felfogják, amíg odaér. A véghatáridő a lényeg, jövő év december 31-e egy csomó dolognak a véghatárideje, majd elmondom, hogy minek. Na most ez azt jelenti, hogy innentől kezdve a legfontosabb dolog, hogy az alapjövedelem folyósításra kerül Magyarországon, egységesen 400 000 forintnak megfelelő Szent Korona jár mindenkinek, az elszámolás olyan, mint a devizahitelben, hogy devizában nyilvántartott, forintban folyósított. Na ez koronában van nyilvántartva, egyelőre forintban lesz folyósítva. Akinek bankszámlára kérjön meg bankszámlára, aki postán kérjön, akkor majd kiviszi a postás. Hogy aki a munkahelyén fel akarja venni készpénzbe, megoldja a munkahelyet, kivizeti készpénzbe. Illetve bocsánat, a munkahely ez ilyen szempontból nem kifizető hely. Na most ez azt jelenti, viszont ezzel párhuzamosan egy olyan közigazgatási reform indul be Magyarországon, ami majd átterjed a világra, de jelenleg még ezt fel sem tudják fogni. Körülbelül 1 millió ember dolgozik a közigazgatásban, ha nem is ott, akkor a közvetlen ahhoz tartozó kiszolgáló egységekbe, akiből talán 50 ezer főre sem lesz szükség. Ez egy nagyon jó dolog, mert itt felszabadul majd 900 ezer olyan ember, aki más területen kipróbálhatja magát. Nem azt a sorsot szánom nekik, amit nekünk szántak a 90-es évek után kezdő magyar vállalkozóknak, akik szerencsétlenkedtünk, és ráment a családunk, ráment a lakásunk, meg a nem tudom én mink, mindenki megkapja 400 ezer forintot. Hanem aki dolgozik, és bocsánat, tehát ha valaki megkapja az alapjövedelmet, onnantól kezdve nem kap táppénzt, ha beteg, nem kap nyugdíjfolyósítást, viszont nem kell nyugdíjfolyósító igazgatóság. Nem kell adót fizetni, viszont nem is dolgoznak majd 40 ezeren az adóhivatalban, mert semennyien nem kell, hogy dolgozzanak. Az adóhivatal munkatársai közül néhány ember ott lesz tartva még a hivatalba azért, hogyha valaki szeretné, nem veszi tudomásról, hogy elvettük a földjét, elvettük a 1100 bankszámáját, zárultuk a világon, akkor nyugodtan igazolhatja, hogy törvényesen szerezte. És az adóhivatal munkatársai, azok az öreg adminisztrátorok, idézőjelben mondom, tehát úgy öregek, hogy ott dolgozó rutinos szakképzett emberek, bebizonyítják, hogy elszámolnak. És ha törvényesen szerezte, akkor átváltjuk neki koronába, ha nem, nem. Tehát az a lényeg, hogy elindul egy olyan közigazgatási reform, és most itt egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, az ATV egyik esti műsorában Bob Péter Ákosnak a neve sokaknak ismerős, egy korábbi szocialista kormányok alatt lévő jegybankelnök volt,
nagyon rutinos hölgy kérdezte, meg sem tudott a Bot Péter, hogy egy kicsit lassú, nem gondolkodású, lassú, beszédű ember, és mire válaszolt volna az első kérdést, akkor föltette neki a riporterni a másikat, aztán a harmadikat, és a negyedik kérdésre válaszolt, hogy van olyan ország? Na, a következőt kérdezték ettől az embertől. Ugye az ellenzék azt mondja, a parlamenti ellenzék, aki most összefogásba készül az Orbán kormány legyőzésére, hogy változtatni akar, csökkenteni akarja mondjuk a személyen jövedalomadót, meg két kulcsos, és azért hívták be ezt az embert, hogy megkérdezzék tőle, hogy van-e lehetőség arra, hogy kevesebb adót szedjünk. És ugye mire erre válaszolt volna, végül megkérdezte, hogy lehet adó nélkül. És mondja a Botvételákos, hogy lehet, van egy ország, hát az arab öbölben van egy ország, de azok másból élnek. Na ez az én kulcsmondatom innentől kezdve, ugyanis az Egyesült Arab Emírségek, aki a lányom által vett Glamour magazin, 2004-es kiadás, vagy 2004 valamelyik hónapig Glamour magazin, ilyen csajos magazin, de vannak benne ilyen tudományos, meg egyéb politikai tartalmú cikkek is, kezembe került egy 5 évvel ezelőtt, és elolvastam, hogy hogy élnek ezek az Egyesült Arab Emírségekbe. 50 évvel ezelőtt, vagy 60 évvel ezelőtt a legszegényebb, kecsketelegető arabok voltak, aztán jól sáfárkodtak az olajjal, és mára ott tartanak, hogy 1,5 millió arab nem csinál semmit, alapjövedelmet kapnak, és 1 millió indiai vendégmunkás szolgálja ki őket, akik nem sztrájkolnak, mint szakszervezet, de 36 órás munkahelyben dolgoznak, és 1 millió dollárnak, és 1 millió forintnak megfelelő dollárt kapnak fizetést. Na, azt kérdezem, hogy miért nem érünk mi így, ugyanis nekünk, hát annyi sok olajunk lehet, hogy nincs. De annál több van, mint az Egyesült Arab Emírségnek, ennek a kis országnak. Ugyanis tavaly megjelent az Indexen, hogy olajat találtak, Györgyikeit meg tudnám mondani, a Orbánság úgymond tágazát inkább a Zselici medencébe gyúlik át, Vajszó. A legszegényebb, szerencsétlenebb 9 magyar falu alatt találtak olajat. Másnap megjelenik, hogy hát már 14.800 hordó a kitermelés. Tudjátok, mennyi az a magyar üzemanyagfogyasztásnak a fele? Most nem itt van a legtöbb olaj az országban. Na, mondom, olaj, gőz, gáz, és a közigazgatási reformot hagynám utoljára, mivel több a tartalék az 1 millió embernek a improduktív munkájának a félretételébe, és beleértem, vannak 200 000 dolgoznak, adóhivatalban 40 000, amott 50 000, a minisztériumok bújtatott állás, és ne felejtsük el, a parlamenti politikusok mellett van 3000 önkormányzat az országban, ahol van képviselőtestület, vagy 2800, vagy kisebb településeken nincsen. Szorozzátok már be 10-20-szal, hogy hány ember veszi föl teljesen feleslegesen a fizetését, és nem a fizetésével a baj, hogy mennyit lobbizik, mennyi pénzt, mennyi gyárat meg, üzletet nyúlnak le, meg a kis olyan, hogy a hótolók nem járnak a városba, mert kimennek a tanyára a képviselő úrnak a birtokára, az ottójába, ahol nem a városban tudjanak az emberek közlekedni ingyen, és így tovább, és így tovább. Tehát, bocsánat, az Egyesült Arab Emírségek, Bot Péter Ákos szerint, és szerintem, és Matolcsi szerint, mert ő megvilágosodott, és egy 3-4 hónapja már az Egyesült Arab Emírségeket hozza a fő példának. De tudjátok miért? Hogy néz ki ez az ország? Van benne 3 ember, Mehmednek vagy Mahmednek hívják őket, van egy sejk, van egy pénzügyi hadügyminiszter, az viszontlátás. Van egy korrekt közigazgatás, vannak vezetők, de megkérdezem, miért kell ahhoz parlamenti képviselő vagy önkormányzati képviselő, hogy kiharcolják, hogy bölcsőbe épüljön hetény egy házán? Hát azt látni kell a vezetőnek, hogy itt több a gyerek, mint idáig volt, meg elavult a bölcsőbe, akkor felújítsuk, vagy építsünk másikat. És ezt nem kell pályáztatni, mert szól az állami cégnek és fölépíti. Ez ennyire egyszerű. Tehát itt az a lényeg, hogy miután itt van a jövő kihívása, hogy az embereknek nem jut munka, úgy vegyétek, hogy most az emberiségnek a 30%-a végez effektív hozzáadott értékű munkát. Magyarországon 3 millió ember maximum. Robottechnika miatt 2 millió ember elveszti a munkáját. Most 3 millió családfő, most ki, hol ki a családfő, mindegy, átlagban mondom, tart el 9 millió ember Magyarországon. Meg az az 1 millió, 2 millió, aki kint van, aki hazaküldi a pénzt. Ha ennek a létszáma lecsökken egyharmadra, tehát a 3 millió munkavállaló, aki most még keres, lecsökken 1 millió a robottechnika miatt, és bocsánat, de hogyha a robotok továbbra is az oligarchák kezébe maradnak, akkor a profit ott marad, az emberek ebből nem tudnak semmit. Tehát ezért kellett eljönni a változásnak, és ennek a változásnak megvan az a lehetősége, ugyanis ez most olyan dolog, amit veletek, akik itt vannak, már nagyon sokat beszéltünk róla,
és tudjátok, hogy nekem az volt a feladatom, már nagyon régen beépültem a, nem csak a közigazgatásba, nem csak a bírósági rendszerekbe, hanem ami ettől fontosabb, az állambiztonsági szervekbe. És jelen pillanatban a köztársaságot uraló, mondjuk így, hogy a NER vagy a Fidesz, jelen pillanatban még 3 titkosszolgálatot tud mozgatni, meg irányítani, de ahova már nekünk is van befolyásunk, ez a TEK, ugye ahol külön nyomozócsoport van arra, hogy az én és a ti, akikkel én kapcsolatban vagyok, azoknak a munkáját értékeljék naponta. Van a házőrség, ami hasonló jogosítványokkal rendelkezik, mint a TEK, de sokkal kisebb technikai feltételekkel, kisebb létszámmal, ez a Kövér Lászlóféle parlamenti házőrség. És van az információs hivatal, ami a külügyhöz tartozik, és ettől sokkal komolyabb, ami van, a Katonai Biztonsági Hivatal, illetve az alkotmány, a régi AV3-as Alkotmányvédelmi Hivatalnak hívják. Ez a belügyminisztérium hatásköre, és a belügyminisztériumhoz tartoznak az önkormányzatok. Tehát havária esetén nem a kormányfő, meg nem a parlament dirigál, hanem az ország lakosságának a 99%-ának az ellátásáért a mindenkori belügyminisztérium felelős. És ez az a dolog, ahol a befolyásunk tulajdonképpen elért a csúcsára, és most annyi ideje van, ahogy a parlamenten kívüli ellenzéket megpróbáltuk, én nagyon régóta foglalkozom ezzel, összefogni. Azért nem lehetett, mert egy volt szomszédos titkosszolgálat a Securitate-nak a utódszervezete, tulajdonképpen leuralta a magyar nemzeti oldalt, ez azt jelenti, hogy a Magyarországot, hát amik a leginkább Facebookon, meg mindenütt, akik a tüntetéseket, meg egyebeket szervezik, és igazából nem tudtam az összefogást megteremteni, majd mindjárt bemutatok egy urat nektek itt a barátunkat a csapatba, viszont a célt elértük, beépültünk, és hosszú ideje nem lehetett már nagyobb létszámú, és ugye egybeesett Orbán Viktor érdeke, neki az volt a lényeg, szeretett volna most őszre megint 2021. október 26-ára kirobbantani a zavargásokat, ezért készít a Gyurcsányi film, mert minden ennek volt alárendelve, és az összes erejüket bevetve, mi is segítettünk ebbe, 7000 ember eljött a Népligetbe. Viszont egy kis, mondjuk úgy, hogy meghekkeltük a rendezvényüket, sikerült ezt a 7000 embert békében, már nem sokat kellett hazaküldeni, 3-400 embert, mert a többi elment magától a felszólalóknak a mondjuk úgy, sekélyes beszéde miatt. Viszont ami nagyon fontos volt, hogy ott mégis megtörtént az a bejelentés, vagy bejelentések, majd azt ezt követően rá egy hétre a és ugye ennek már a utódja csak annyi volt, hogy a szervező, akivel szerveztette ezt a Fidesz, már vasárnap, ilyen after party-nak mondott dologba, már nem is tudom, szombat vagy vasárnap, vasárnap 30-40 embert bírtak összehívni a debreceni lakásukba, ahol a jelenlévő egyik barátunk elvarta a szálakat úgy, ahogy kellett ezen az after party. És tulajdonképpen ez szerencsére kifulladt, viszont túl vagyunk azon, hogy az emberek, akik ezek a vezetők, ezek a kis csoportvezetők, akiről mondhatunk Bertalan Attila, és lehet a sorolni különböző ilyen-olyan devizás csoportokat, egyebeket, meg szakrális csoportokat, az a fontos, hogy eljött oda 7000 ember, és a 7000 ember az több, mint 133 látor ember, de ez sem számít. Az a lényeg, hogy a befolyásunkkal eljutottunk odáig, hogy jelenleg a parlamenti ellenzéknek van föladva a lecke, ők befejezik most ezt az előválasztást, és utána eldönthetik, hogy viselkednek valódi ellenzék módjára, és elfogadva a segítségünket, együtt, volt egy öreg kommunista barátom, sajnos már nem él, azt mondta, hogy gyorsan abba kell összefogni, ami összetart, nem ami szétválaszt. Ezt az összefogást felajánlottuk a jelenlegi ellenzéki pártoknak, megkapják tőlünk azt a tudást, azt a segítséget, amivel nem rendelkeznek, de ezzel nagyon gyorsan kell élniük. Tehát amennyiben nem következik be, akkor úgy, sajnos miután a jelenlegi pártokról is el kell mondani, hogy
kormányoztak már ebbe az országba, és hát lehet olyan mértékű, nem tűnt föl az a mértékű haszonszerzés és az a mértékű zsákmányolás, kinek, hogy van, akivel a Gyurcsánynyal lehet riogatni, van, aki Orbánnal lehet riogatni, van, akit az SZDSZ kötődési momentummal lehet riogatni. Egy a lényeg, hogy ha, és ezt azért mondom, hogy az összefogás most is sikerült, de volt egy tanítónak is nevezhetném, nem azért küldték ide, dr. Körös Imre már nem él, együtt szerveztük a 2006-os forradalmat, nem tudtuk, hogy ő a titkosszolgálatnak a beteg részétől van, és ő mindig azt mondta, hogy Jóska, vezetőkkel nem fogsz tudni kezdeni semmit, mert szarok, ki kell mondani úgy, ahogy vannak, és a szar nem robban. A nyájat kell elkolombolni. És erre mondom, van egy pártalapító társunk, mikor bosszankodtam régebben, hogy olyan emberek keveredtek közénk, akik tényleg csak kárt okoztak, azt mondta Jóska, szar ember is jó valamire. Bocsánat, ki kell mondani, Körös Imre, nem vagyok ezzel kegyeletsértő, mert volt, hogy élet ellenes merényletet is szervezett ellenem. Ennek ellenére a temetésére nem mentem ki, de nem haragszom rá. Tanultam tőle. És most eljutottunk oda, hogy az alapjövedelem folyósításnak, tehát ugye amit a Nemzeti Banknak leírtunk a bankok megszűnésével kapcsolatosan, az a lényeg, hogy az a dolga a bankoknak, hogy folyósítsák forintba az alapjövedelmet, és nem az ő dolga, hanem különböző hivataloknak a dolga, és minden hivatal megkapta ezzel kapcsolatosan már, aki nem az, meg folyamatosan kapja az utasításokat, hogy ki kell építeni az elfogadó rendszert. Eljutottunk odáig, hogy a Szent Krona használatára, tehát az elektronikus fizetőeszköz, pontosabban elszámoló rendszer használatára már eszköz nélküli lesz teljesen. Tehát még most ugye a robottechnikáról, akik ismertek, sokan voltak, vettetek részt a fórumokon, amiket én tartottam. Ezzel 5 éve, 6 éve oktatom az ipari forradalom és a robottechnika hatásait. Ezt követően a Baló György halála előtt 3-szor vette a műsorára. És van egy Pogács Zoltán nevű közgazdász, aki mindig az alapjövedelem mellett beszél, és vannak erre példák, de ne felejtsétek el, az alapjövedelem, amiről én beszéltem, tavaly a pandémia a Olaszországba bevezették, nem feltétel nélküli, szegénynek kell hozzá lenni, de ott van a 60 millió emberből 6 millió szegény, és 860 eurónak megfelelő alapjövedelmet kapnak azóta is. Spanyolországban 2 millió ilyen embernek folyósítanak 161 ezer forintnak megfelelő eurót, tehát működik ez az intézmény, és persze Németország most indul megint úgy, mint Finnországban, Svédországban, ilyen 2-3 ezeres modellek, ilyen kisebb közösségeken tesztelnek, nem kell tesztelni az emberek. Én lakossági fórumon megkérdeztem, ahol ennyien voltak, vagy többen, hogy hölgyei, ami 400-tól elmúlik a depressziótól. Ugye? Ennyi. Tehát, és ennek megvan a fedezete, megvan a forrása, ugyanis csak a közigazgatási reformból, amiről az előbb beszéltem, kifizethető az alapjövedelem. Kifizethető az olajhasználó, külön a gőzhasználó. A gőz 4000 évre elég, nem Magyarországnak, hanem Európai Unió összes országának és iparának a Magyarországon gőzzel előállítható elektromos áram mennyiségének. De mióta beszélek az aranyról, mert azért a kollégámmal, a Larányi Gyurival, amikor megalapítottuk a Szent Krona bankot, magunk is azt hittük, hogy kell majd fedezet, és elkezdtük kutatni a fedezeteket. És a földgáz, meg a bányászati és földtani hivatalnak a honlapján az éves ásványi vagyon leltára mellett egy bizonyos Nagy Béla nevű kutatónak a nevét is megtaláltuk, és utóbb találtam meg, hogy a Tudományos Akadémia megbízásából kikutatta a Börzsönyt, és megállapította, hogy 250 millió tonna arany érsz van a Börzsönybe, 20 mg per tonna aranytartalommal, ami tízszerese a jónak mutató Verespataki aranybányájának. Na, erre egy hete a Pénzcentrum, ami komoly gazdasági internetes lap, megjelenik, hogy találtak Magyarországon 200 tonna aranyat, és kezdődik a kitermelés rá, 2 napra már 1000 tonna, meg 600 tonna ez is, vagy 200 tonna ez is. Na, ez mind itt van, de ezt már nem fogják ellopni. Mert nem aranyfedezet kell a pénznek, a fedezete az univerzum, meg az állam. Az a lényeg, hogyha az állam garantál, akkor nem kell külön fedezet, csak nem lehet magánkézbe a bank. De most eljutottunk odáig, hogy mindenki a világon pontosan tudja, hogy Magyarországon történik valami. Ezt elmondta a pápa is, burkoltan úgy, ahogy egy egyházfő beszél. Láthattátok most, amikor itt járt szeptember 12-én, nagy boldog asszony napján, és csak ugye vigyázni kell, mert a koronát
ki akarják sajátítani. Be akarnak vele szaladni, eldugni előlünk. De itt, hogy mondjam, hiába viszik el a koronát. Azt Magyarországra Cyrus Vance hozta vissza, akinek a neve, ha leegyszerűsítjük, akkor Sirius Venus, hogy most onnan jöttek az őseink, vagy nem, nem az én dolgom eldönteni, de egy a lényeg, hogy amióta én 2009 óta felismertem, és kormányzói teendőket elvállaltam, és a Szent Korona nevében járok el, azóta sérthetetlen vagyok, és hál' Istennek a környezetem is, aki ezzel foglalkozik, sérthetetlen, és ez a korona idézőjelben nem, nem számít, hogy hol van a korona, az sem számít, hogy az az igazi, vagy az mire jó, ami nekem otthon van cserébből, amit ajándékba kaptunk, amit szoktunk magunkkal hordani időközönként. Érdekes módon ott volt Cserdibe, megsemmisültett volna, megsemmisült a tábla, ami szakrális tábla volt, sok irodánkat díszítette, Helyeshalmi határt megjárta, megsemmisült oda a sátor, amiről most meg kell emlékeznem magáról a sátorról, mert a Tempópárt alapító társaimé volt a sátor, megbeszéltük, hogy átveszem, megveszem, nem tudtunk odáig eljutni, kölcsön adták, és sajnos a viharba tönkrement. De igazából nekünk nem bálványokra van szükségünk. Tehát nekünk az az erő, és az a hit, és az a néhány ember, aki most nem néhány, mert azért itt vagyunk 30-an, igaz, hogy mi azért, ha tartunk egy rendezvényt, 80-100-an tudunk lenni, azok, akik az én segítőim, akik hisznek ebben a dologban. Most ezt viszonylag gyorsan rendeztük, és visszatérjük, hogy ma a Szent Mihály napja van. Isten értesse a jelenlévő Mihályokat, majd egyikőjüket be is mutatom, mert egy valaki biztos van köztünk. Ez azért fontos a számomra, az egyik ilyen bárányteregető emlékemet, az nem is jövő, most nem mondom el. A másik esetben Ópusztaszeren, és oda is terveztük ezt a Lukács Zsolti nevű barátommal, aki most nem tudott itt lenni, hogy ott tartunk egy rendezvényt. De nem megyünk oda, mert az még a köztársasági, és nem akarjuk ott konfrontálni a kollégákat, meg egyebeket. De 2012. szeptember 29-én Orbán Viktor ott tartotta a túlszobor avatót. És Gyuri barátom, édesapja Kálmán, meg még nem is tudom ki volt velünk, elmentünk oda, és nem voltunk bejelentkezve, de úgy alakult, hogy a hölgyek, hölgykoszorú meg az első sorba a tribűn elé, vagyis a második sorba, a második hölgykoszorú után beálltam, és jött Orbán Viktor mindenkivel lekezett, és kinyújtottam a kezemet, és köszöntem neki, szervusz Viktor. Rám nézett, szervusz, mondta, ebben a névjegykártyám szüksége lehet rá. Érdekes módon a testőre, aki ott állt két méterről nézte, nem is történt semmi se, annyit Viktor viszont nem tudta elmondani a beszédjét. És azt is tudják az ellenzéki pártok képviselői, hogy akár, és akkor most mondom a hivatalos, tehát a hatalom átvétel, hogy hogyan történt meg fizikailag. Elmondok egy verziót. Semmi más nem kell csinálni, az ellenzéki pártok visszahívnak egy listás képviselőt, mert azt meg lehet, valamiért visszahívják. Nem választott, tehát nem egyéni képviselők, hogy ott akkor időközit kell kiírni, és megkínálnak engem azzal a helyen, hogy mondjuk a mindazodik kollégámat, hogy ne is egyedül legyek. És Orbán Viktor nem jön be többet a parlamentbe. De itt van Lajos, el tudja nektek mondani, mentem felcsútra a tábornokomhoz, a Györgyi Viktorhoz, aki a szabadalmas tábornokom, mondja Lajos, hogy eljönne velem, mert nem járnék felcsúton, elmentünk együtt. Azt mondja, vigyél már Viktor házában, hogy itt van. És akkor mielőtt a Györgyi Viktorhoz elmentünk volna a főutca 48, nem is tudom pontosan, Pancsó Aranynál lekanyarodtunk, és pont, hogy leérünk oda a kanyarba, látom ám, hogy a Viktor háza mögül jön föl a Viktor, és egy Róna Péter kinézetű, sokan ismeritek, ilyen sportzaklóval volt az öreg, de nem a Róna Péter volt, csak hasonlított rá. Azt megállok, lehúzom az ablakot, és köszönök, hogy jó napot kívánok, szervusz Viktor! Lajos is nézott ki mellettem, egy Mazda 6-ossal voltunk, nézünk ott rájuk, emlékszel Lajos? Igen. És mikor köszöntem, hogy szervusz Viktor, abban a Róna Péter kinézetű emberbe így belekapaszkodott, mögszégyűt, és akkor így szervusz. És akkor mondja, hogy gyerünk már innen gyorsan, mondom, megyünk. És ott állt szerintem, idézőjelben mondom, még most is ott áll. És ennek oka van. Nem azért, mert én rémisztő vagyok, vagy fizikai fenyegetést jelentenék a számára, hanem egész más dologról van szó. Nem megyek ebbe bele, egy a lényeg, hogy azzal sem foglalkozom, hogy a lányom már most kiköltözött spanyolban, vagy nem, vagy miért költözött ki. Eljött az idő, eljött a váltásnak az ideje,
És ez nagyon gyorsan végig fog sopolyogni. Nekünk ez ahogy megy, a parlamenten kívüli ellenzék nélkül is. Mert az emberek, akik ott voltak, megértették, meghallották a szavunkat. És én azt mondom mindig, most is van egy hölgy, akit megpróbáltunk még onnan nem átsábítani, csak meghívni a rendezvényre, közben lebetegedett, mégsem jött el. Én elmondtam Frigyesnek, aki itt ül köztünk, hogy ha már ott két-három vezetői értekezletet követően ott a Népligeti rendezvény után igazából nem látszódott annyira az összefogás, üljünk le, beszéljünk az emberekkel, beszéljünk bárkivel. Ugye az a probléma, hogy ezekben a csoportokban, aki ismer engem, aki tudja, hogy mennyit dolgoztunk, de akik nem ismernek és fölmennek a honlapunkra, tehát az a Szabó Attila, akik ellopták a Szentkorona Bank első szoftverét tőlünk, és mondja mindenkinek, hogy a Borbély nem mentett meg senkit. Hát, de bocsánat, menjetek fel YouTube csatornámra, és de nektek nem kell mondani, mert ti tudjátok, hogy hány embernek mentettük meg, nem mindenkiért sikerült, de mennyi embert mentettünk meg, mennyi embert tartok bent a lakásába. Hortobágyon egy 10 fős családból 3 családot 2015 óta tartok benne az otthonába, úgyhogy már akkor sem volt a nevükön a ház és egyikőjüké. Kecskeméten 150 milliót érne, Pesten 300 milliót érne a lakás, egyekön is ér 40 millió forintot. És a híres banküzlet ZRT, most takarékközpontú ZRT-nek hívják, nem fér hozzá, és már nem fog sohasem hozzáférni. Most ami nagyon fontos, hogy a függetlenül attól, amit mi mondunk és mi csinálunk, kilakoltatási veszély, ha a köztársaság maradna még valameddig, sincs, jövő év július 2-áig, ugyanis az Orbán kormány meghosszabbította a vészhelyzetet, amivel együtt meghosszabbodott a kilakoltatási, most lesz 31-ig, november 15-től beállt a téli, április 30-ig, utána pedig a jegyzői értesítés 60 nap. Na hát ezen idő alatt nem lehet, ami a legnagyobb baj, hogy hitelmoratóriumban nem kell fizetni a hiteleket, de képzeljétek el, és tudjátok, mert köztetek is van olyan ember, hogy a letiltásokat viszont nem állították le. Tehát ugye kinek van letiltás, a végrehajtó letiltás a nyugdíjfolyosító számláról, vagy a munkabérből? A legszegényebb embernek. És letiltásokat nem állították le. Na ez a könyörületes kormánya. Ezek azok, akik templomokat építenek meg egyebeket. No, ígértem, hogy nem beszélek sokáig. Még eszembe jut, hogy mi az, amit nagyon fontosan el szeretnék mondani, akkor én hallom a hangját, látni nem látom, de lehet, hogy az asztal fő másik felén ül. Dr. Hips Frigyes szeretném nektek bemutatni, aki még nem ismeri. Ha föláll, akkor látom. Igen, itt van. Akkor... Frigyesről annyit kell tudni, hogy mi nem ismertük egymást korábban, ő megkeresett engem valaki ajánlására, vagy ő talált rám, tök mindegy, és néhány napon belül találkoztunk, és július 6-án eljött hozzám. Emeséltem neki, hogy tavaly felajánlottam a lehetőséget a parlamentnek, hogy én fel tudom oszlatni a kormányzói titulusomnál fogva. Ez egy teljesen természetes közjogi aktus. Ha a tudomásul veszik a parlament felosztatást, ezzel az aktussal visszaállt a királyság, azt mondja, tegyük meg. És miután a kollégám aznap nem volt ott, odaütünk a számítógépbe, segített elkészíteni, mert ugye most már nem látok annyira, hogy írni tudjak. És másnap ezt benyújtottuk a parlament felé, ezt csináltuk együtt. Illetve a Frigyes meghívással tudtam részt venni ezeknek, ahova már engem nem nagyon szerettek, ha ott vagyok, mert pontosan tudják, hogy valamiért én a nagyon fontos, hogy ne legyek ott sehol. És aztán Frigyes lehet, hogy megértette velük, hogy a tudásomra szükség van, meg is akartak próbálni bizonyos csoportok, hogy nagyon jól csinálom a gazdaságot, de adjam át a vezetést a hölgyeknek, meg a nem tudom kinek. Mondta nekik, az a probléma, hogy nekem, nem, elmondom mindenkinek, nekem nem az adósmentés a fő tevékenységem, nem is a gazdaság a fő tevékenységem, hanem az állam és világirányítás, nem tettek róla, ez a fő tevékenységem, és nem adom át. Lényeg az, hogy Frigyes segítségével följutottam a színpadra, el tudtam mondani az embereknek ezt a dolgot, és van egy szakrális vezető, van több, annak mondott különböző papok, meg nem tudom kik ők, nem azok a papok, akik a bazilikában prédikálnak, és akkor a Péter remegő hangon, a Bali Péter elmondta, hogy ő megáldja, és ő elfogadja, és ő mondja mindenkinek, nem pontosan idézem a szavait, hogy a Borbély Józsi, vagy az általam bejelentett királyság, az a valódi királyság, ami el fog jönni, és ez el tudott hangozni a színpadon, ezt a Frigyesnek köszönhetjük, úgyhogy még egyszer tapsoljátok meg.
sokan ismeritek már a Facebookról, ő az, akit egyébként hivatalosan is megbíztam, hanem ezzel az összefogásnak a megteremtésével a nemzeti oldalon a parlamenten kívüli kis pártokra vagy csoportosulásokra nézve. És a Darovisi, aki hát megköszönte nekem, hogy pont az ő neve napján tartjuk ezt a dolgot, viszont én állj föl, légy szíves! Őt már azért szerintem régebb óta ismeritek, mert ő emlékei szerint 9 tézire tette itt le az esküt, de azért sokan személyesen nem találkoztatok vele, és ugyanúgy, mint van, hogy mondjuk így, hogy ismerem volt, barátom, Barlag Lajos, a két taxist is nem ismerte, névből ismerte a Facebookon, de itt találkoztak most először, úgyhogy ismerjétek meg Barlag Lajos. Nem fognak taxis blokádot csinálni, mert ő mondta, hogy mi is, hogy egyszer volt Budán kutyavásár. Én erre mondtam, hogy a 2006-ig csak egyszer volt, nem fogunk budán, és csak egyszer volt, arra sincs már szükség. És akit még talán nem ismertek, ő pedig Nagy Zsolt, akivel ma lett volna bírósági tárgyalásunk, de lébetegödött a bíró, úgyhogy én meghívtam ide, mert ő meg tőlünk függetlenül, nem függetlenül arról ír könyvet, amit mi csinálunk. Nem csak a koronáról, hanem magáról erről az elszámolási rendszerről, meg az új világról. Rakétamérnök, informatikus, majd lesz itt időt beszélgetni egymással, mert remélem, hogy aki ráér, az maradhat bármeddig. És akkor ezeket itt majd külön a asztal mellett megbeszéljük. Visszatérve oda, hogy azt kell tudnotok, hogy rajtam nem fog múlni az, hogy mi az első és legfontosabb, folyósítsák az alapjövedelmet. Ez a legfontosabb dolog, ez induljon el, ennek megvan a fedezete, ehhez megvan az akarat, és annyi időt kapott, és azért azt tudni kell, hogyha mondjuk a parlamenti pártok, az ellenzéki pártok, akik most majd megválasszák a Dobrev Klárát, vagy a Karácsony Gergelyt, vagy akit akarnak miniszterelnök jelöltnek, és összeáll az összefogás, ugye Márki-Zay Péter mondta, hogy nem összefogás néven kell indulni, hanem kell egy választási párt. Gondold a kisgazdapártra, azt is igazoli kollégán tette rendbe jogilag, mert egyébként már törölték, most az állam akarja törölni, mert 10 millió több a tartozás, de mindaz, amit ismerve soha az életben nem fogják tudni törölni. Fidesz hamarát törüljük, mert jogilag nem jött létre, MSZP jogilag nem jött létre, hogy soroljam. Se a tempópártot nem lehet törölni, se azt. Én hajlandó vagyok még egyszer, ha kell egy előrehozott, vagy akár egy következő választáson is elindulni, de csak úgy, mint az összefogás. Pártszövetségre lépünk, én vagyok az elnöke, és akkor megkapnak mindent, ami elégséges az Orbán kormány leváltásához. Ugyanis megkérdezem tőletek, hogy ha nyilvánosságra hozzuk, nagy nyilvánosságra fogjuk hozni ezt a 10 dolgot, vagy 10-valahány dolgot, amiből az arabok egyből élnek. Mi nekünk 10-ből van élni. Tehát nekünk nem az adóból kell élni. És miután nálunk megvan, nem beszéltem a szabadalmakról, nem beszéltem azokról a dolgokról, mert az idő ahhoz most nem elég, hogy erről beszéljünk. Na most nem lesz Orbán Viktornak még egyszer 133 bátor embere, azaz 106, hogy egyáltalán képviselőtnek jelentkezzen. Ugyanis azért vannak köztük még jó kommunisták. Ott van a Semjén, ott van a Rezsák Sanyi. Mindjétek úgy ki fognak lépni a Fidesz-KDNP frakcióból, hogy öröm lesz nézni. Mert miért maradnának bent a bukópárta? Áder János tudomásul fogja venni a parlament felosztatását. És nekünk megvannak azok a lehetőségeink, hogy a köztársaságnak a lejárás jogi szabályait megkerüljük. Nekik nincs, őket köti, bennünket nem köt. Tehát tulajdonképpen, és még egy dolog, hogy azért azt tudjuk, hogy az ellenzéki oldalon nem a Cseh Katalin, akiről most kiderült, hogy talán lopott ő is 4 milliárdot, vagy nem tudom mennyit, pedig még alig léteznek, és már is lenyúlta az EU-s pénzeket. Azért ne felejtsük el, hogy az ellenzéki oldalon lévő MSZP-s politikusok és a különböző politikusok azért helyek köze ugyanannyit loptak, mint ebben. Együtt loptak előtte is, meg utána is. Na most én azt üzenem nekik innen, ne kelljenek nekünk azzal foglalkozni, hogy ők is lehozzuk ezt. Én Orbán Viktor nem régen nem csak a 2006 megismétlésével vádoltam meg és tettem fel jelentést ez a zavargások szervezésével, hanem a Móri gyilkosság miatt. Fel van jelentve és folyik a nyomozás Orbán Viktorral szemben. Ugyanis ő volt a megrendelője.
Na most ne kelljen nekem azzal foglalkozni, hogy a baloldali politikusok mit követtek el. Mert ugyanennyire adhatom nyilvánosságra. A nyilvánosságra van, úgy mondom, hogy el vannak helyezve, és azonnal nyilvánosságra fog kerülni. Egyszerűen vegyék tudomásul, itt van, hogy a Kazinczky öreg barátom mondta, akit az előbb mondtam, aki már sajnos nincs köztünk, hogy hát akkor tartsunk össze, vagy fogjunk össze abba, ami összetart. Ha mi tart össze bennünket, leváltani Orbán kormányt. De gondolom, hogy nem Gyurcsány kormányra akarjuk váltani. Hát nem, volt már az is. Na, én azt gondolom, hogy nem sikerült annyira ünnepire fordítanom ezt a dolgot, mert nagyon sok a mondani való, de viszont én nagyon jól érzem magam, egész nap nagyon jól éreztem magamat, és szeretném, hogyha ez rátok átragadna. Ami fontos, hogy ebben az országban az, hogy letiltásokat mikor tudom rövid úton megakadályozni. De rajtam nem fog múlni, hogy ebben az évben még kimenjen az alapjövedelem, hogy elinduljon. És egy olyan gyors változás induljon el Magyarországon, ami tulajdonképpen, amikor az előbb elkezdtem mondani, hogy Pesten megnyílt az online volt, QR kóddal lehet fizetni 0-tól 24-ig január 1-én, 0 órától december 31, 0 óráig, 24 óráig van nyitva, se az áruföltöltés az nem kell ember, csak te vásárló bemész, meg kijössz, leveszed a polcról, kész. Szent Korona elszámoló rendszere ugyanez, annyi különbséggel, ha legközelebb majd jöttök ide a Kalmár tanyára, vagy ide, ha még az hamar lesz, nem, de jövő december 34-ig után ide jöttök, akkor annyi az egész, hogy leüsztek, megettétek, amit kértetek, kihozzák a leolvasót, és nem kell hozzáérni 5 centiről, 10 centiről leolvassa az infra, nem látja az itteni készülék, hogy mi a vércsoportod, meg vagy-e büntetve is, mennyi pénz van a számládon, azt látja, hogy van-e 26 cent korona, mennyi a vacsora volt. És ez ugyanígy működik mindenütt, de ma már ez nem probléma, mert ezt, ha nem is Magyarországon megrendeljük, Kínába ezt egy év alatt legyártják kényelmesen, és el lehet helyezni. Tehát ilyen közel van az új világ. Ez az, amit én szerettem volna veletek megosztani, és a